Köszöntöm az M-Print Televízió nézőit, Hír 7 című hírműsorunkat látják. Nézzük mai legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Sátoralja Újhelyben a város két legnagyobb főzőkonyhája, illetve egy melegítő konyha újul meg Európai Uniós pályázati támogatással. Befejeződött a szüret Tokajhegy alján. A magán erdőgazdálkodás fejlesztésért vehetett át kitüntetést Sándor Endre, Kovács Vágás polgármestere. Sátoralja Újhelyben a város két legnagyobb főzőkonyhája, illetve egy melegítő konyha újul meg Európai Uniós pályázati támogatással. A Kazinczy Ferenc általános iskola konyhája már szinte 100%-ban elkészült, a beruházásból már csak néhány apróbb simítás van vissza. A munkálatok során teljesen átépült a kifőzde. Ezt követően pedig kezdetét veszi a Jókai Mortag intézmény melegítő konyhájának modernizálása. Már a megújult konyhában készül az ebéd a Kazinczy Ferenc általános iskola diákjai számára. A beruházást a város önkormányzata finanszírozta pályázati támogatás segítségével. A munkálatok során teljesen átépítésre került a konyha, sőt bővítették is. A személyzet számára öltözőket és vizes blokkokat alakítottak ki. Megújították a teljes víz, szennyvíz és energiahálózatot. Új páraelszívó rendszert alakítottak ki, de új főzőberendezések is kerültek ide. Azért volt szükség rá, hogy új technológiákat, tehát új eszközöket vásároltak, és az egészet átalakították a 21. századnak megfelelően, hiszen öltözőket kaptak a konyhán dolgozók, és olyan pihenőtereket, amikre elő vannak írva, és szükségük van. Sütőket, üstöket kaptunk újakat, vagy kaptak, hogyha újat, és ezeket már használatba is vették. A kifőzde szolgáltatásait egyenlőre még csak az oktatási intézmény diákjai vehetik igénybe, de hamarosan újra igényelhetnek innen azok is ebédet, akik korábban már kihasználták, az iskola főzőkonyhája adta étkezési lehetőséget. Most egyenlőre még próba alatt vagyunk, tehát most még a külsősöknek nem adunk lehetőséget a vásárlásra, tehát az élelmiszer kihordására, de hogyha már minden be lesz kötve és minden a helyén lesz, akkor egy olyan 600 adagot tudunk csinálni. A Kazinczy Ferenc általános iskola konyhájának felújítását követően hamarosan elkezdődik az oktatási intézmény Jókai Mortag intézményében a melegítő konyha modernizálása. A konyhák infrastruktúrájának és technológiájának fejlesztésével korszerűsödik a város élelmezési ellátása is. Soha rosszabb szürete ne legyen Tokajhegy aljának, mint az idei volt, mondta híradónknak dr. Molnár Péter. A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke szerint a száraz és édes borokban is egy igazán jó év lesz a 2019-es. Ebben az évben ugyanis bár lehet, hogy mennyiségét tekintve kicsit kevesebb, de minőségében egy igazán jó szüretet tudhat maga mögött a borvidék. A derűre borul jött az időjárásban, azonban a szőlészeknek és borászoknak nincs miért borús hangulatban lenniük, hiszen egy igazán jó szüreti időszakot tudhatnak maguk mögött október végével, november elejével, mondta a híradónknak dr. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke. Tavasztól őszig, bár változatos időjárás mellett növekedhetett az idei termés, összességében minden kedvezett annak, hogy mennyiségében és minőségében is jó szüret legyen ezen a borvidéken. 2019. november elején azt tudom mondani, hogy a gazdánk nagy része befejezte a szüretet, és én azt gondolom, hogy egy eredményes szüreten vagyunk túl. Ugye érdekesen indult az év, teljesen máshogy, mint 2018. Ugye szépen fejlődött a növény, és 18-ban azt láttuk, hogy már a virágzás is korai, egy korai éréssel szembesültünk, és hát nagyon nagy meleg is volt, ha visszaemlékszünk, és viszonylag kevés aszuszemünk. Ezzel szemben idén szintén meleg nyár volt, nagy volt a hőösszeg, viszont mindig kaptunk csapadékot az ország déli részével ellentétben. Tehát egy azt mondom, szőlészeti szempontból szinte optimális év volt, nagyon szépen indult a szőlő fejlődése is, az érés nem volt olyan korai, mint a tavalyi, az nem is baj. És azt gondolom, hogy amikor a botitis, ugye az aszusodás elkezdődött a szőlőfürtökön szeptemberben, akkor már olyan magas mustfokról indult ez meg, hogy ez nagyon gazdag, koncentrált ízűlegú aszuszemeket eredményezett. Ennek köszönhetően a Tokaji Borvidék zászlós hajója az aszu idén is igazán jó minőségű alapot kapott.
Magasabb lett az aszutermés jóval, mint tavaly. Még nincsenek meg a végső számok, hiszen még az adminisztrációja a születnek még javában zajlik, de én mindenképpen összesítve azt tudnám mondani, hogy termésmennyiség szempontjából egy átlagos, lehet, hogy picivel átlag alatti, a töppedés mértékétől függően minőségben mindenképpen egy jó évjárat a 2019. A leszületelt aszuszemeknek a nagyon nagy hányada pont, amiatt, hogy magas mustfokról indult a töppedés, első osztályú, kevesebb a másodosztályú, az én meglátásom szerint. Nagyon szép az ízvilág, tehát jók a savak az aszuszemben, nagyon kifejező ízvilágúak az készülő aszuborok, tehát attól függően, kinek hol van a szőlője, nyilván milyen az érés dinamikája, jó 5 és 6 putonyos aszufoknak tudnak készülni, tehát én mindenképpen egy jó aszus évjáratnak várom a 2019-et. A jó alapanyag és a várható jó minőség mind a száraz, mind az édesborokra vonatkozik majd. A 2019-es évjárat viszonylatában tette hozzá az elnök. A szakképzési rendszer változása a 2020-as tanévet érinti. Így az új képzési jegyzékhez igazodva változott a Trefort Ágoston szakgimnázium és szakközépiskola kínálata is. A pincér szaktechnikus, szakács szaktechnikus, vendégtéri szaktechnikus érettségit és szakmát adó képzésen tanulnak. Pincérek, szakácsok és kereskedelmi értékesítők szakképzőben, a fémipari szakmák közül pedig érettségit és szakmát adó képzés, a szerszám és készülékgyártó, ami eddig nem volt az iskolában. A változások mellett arról is tájékoztatást kaptak a leendő növendékek, hogy mit is takarnak pontosan ezek az elnevezések. Pincér vagy ennek iskolázotta formájaként vendégtéri szaktechnikus is lehet azokból a lányokból és fiúkból, akik a Trefort Ágoston szakgimnázium és szakképzőiskolába szeretnének majd tanulni szeptembertől. A következő tanévre indult el a toborzás ebben az iskolában is. A most 11-es Krisztián örömmel mutatta be, ő mit tanult pincérként itt. Sok-sok jelentkezőt a Trefortba, és azért jöttünk ide, hogy meggyőzzük a gyerekeket, hogy mégis miért jó a vendéglátás és a szakma. Tapasztalatunk szerint szükség is van a tájékoztatásra, mert a diákok még nagyon bizonytalanok, ha iskolaválasztásról van szó. Hát a vendéglátás, és aztán ennyi, legalábbis engem. Nehéz ilyenkor a szakmaválasztás, vagy azért a nyílt nap segít benne? Hát, ilyen kicsit nehéz ilyen. A szülők viszont pontosan tudják, érdemes minden kínálatot megnézni, és a nyílt nap erre egy jó lehetőség. Korábban nekem gyerekkoromban ez nem adatódott meg, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy a fiamnak ez nagy segítség. Látom, hogy nagy segítség, úgyhogy viszem oda, ahol éppen lehetőség van, és nyílt napot tartanak, mert tényleg nagy segítség. A Trefort következő tanévben indított képzéseinek kínálatát tablóra gyűjtve olvashatták el az érdeklődők. Már az új megnevezéseik láthatók a képzéseknek. A mai szakgimnáziumi képzés technikusra vált és 5 éves lesz. A szakképzők 3 éves képzéseinek elnevezései is megváltoztak. Az eddigi szakgimnáziumi képzéshez képest itt most új szakmák jelennek meg. Az egyik ilyen szakma, ami nem volt idáig, ez a szakács szaktechnikus lesz, illetve a vendégtéri szaktechnikus. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a szakács és a pincérnek egy magasabb szintű változata, középszintű végzető képzés felé fordul el a technikus képzés. Új elem itt, hogy bevezetjük a gépésztechnikus szakmát is, hiszen mi idáig nem biztosítottunk a fiú tanulóknak középszintű képzési lehetőséget, és nagyon reméljük, hogy ezzel a gépésztechnikus képzéssel sikerül megcélozni azokat a fiú tanulókat elsősorban, akik szakirányú felsőoktatásban képzelik majd el a jövőjüket. A szakképzési rendszer változásával a tanulói ösztöndíjak is növekedhetnek. Ezekről is szólt a tájékoztatón az iskola igazgatója. A szakmát választó fiataloknak és az oktató iskoláknak is több pénzt és támogatást ígértek a következő tanévtől. A magán erdőgazdálkodás fejlesztéséért vehetett át kitüntetést Sándor Endre, Kovács Vágás polgármestere, a Pálházai Rákóczi Erdőgazdasági Szövetkezet elnöke. A szövetkezet idén ünnepelte fennállásának 60 éves évfordulóját, ami az országban az egyik legtöbb tulajdonossal szövetkezeti formában működő erdőgazdasági társulás. Ezt a munkát ismerte el az Országos Szövetség még szeptemberben Rimler Pál díjjal.
Nyáron fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte a Pálházai Rákóczi Erdőgazdasági Szövetkezet. A magánerdő tulajdonosok egykor kényszerből kerültek össze, ám a rendszerváltás idején érezték, csak együtt tudják megóvni vagyonukat. Így lettek tagjai a Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének is, akik 25. évfordulójukat ünnepelték a közelmúltban. A rendezvényre meghívást kapott Sándor Endre, a Pálházai Szövetkezet vezetője, akik az országban egyedülálló módon közel 1000 magánerdő tulajdonost fognak össze itt a hegyközben. 1671 hektáron 8 község hadnárába, több mint 800 erdőtulajdonosan áll kapcsolatba. Ez gyakorlatilag rendszerváltás követően 1995-től működik. Én gyakorlatilag 26. éve múlt január vagy a szövetkezetnek az elnöke vagyok. A MEGOSZ 25 éves jubileum ünnepségét 2019. szeptember 28-án ünnepelte a Vajdahunyad várába, és ott minden éven adnak át elismeréseket. A három elismert közül egyik én lehettem. A szövetkezetet 26 éve vezeti Sándor Endre, aki igazodva az új típusú erdőgazdálkodáshoz, a magánerdőgazdálkodókat nemzeti, majd európai uniós forrásokhoz juttatta. Erdősítésben és az erdő megtartásában is az élen jártak. Számomra nagy megtiszteltetés, nyugodtan mondhatom, hiszen 46 éve vagy dolgozom, ezen belül 26 éve múlt január vagy a Pálházi Rákóczi Erdőgazdasági Szövetkezet elnöke vagyok. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy az ország egyik legnagyobb magánerdőgazdálkodója a Pálházi Szövetkezet, és én vagyok jelen pillanatban is a vezetője. A magánerdő tulajdonosok száma az öröklések miatt egyre nő a szövetkezetben is, ezért az érdekérvényesítés, a tagok közötti egyensúly megtartása még nagyobb feladat lesz. Ezt a munkát a következő években is szeretné folytatni a most kitüntetett elnök. Végéhez közeledik a Nyíriben található gyülekezeti ház Darányi termének rekonstrukciója. A munkálatok koordinálását még augusztusban kezdte meg a Nyíri Református Egyházközség a Magyar Falu programon belül elnyert pályázatnak köszönhetően. A Darányi termet a pályázatnak köszönhetően 15 millió forintból újították fel. Ez az összeg elegendő volt arra is, hogy modernizálják és bővítsék az épületet. Először egy ifjúsági gyermekfoglalkoztatásokra is alkalmas szobát alakítottak ki, majd új mosdóhelyiség épült vizes blokkokkal együtt. Nagy problémát jelentett a gyülekezetnek, hogy a régi gyülekezeti terem nagyon rossz állapotba került. Tulajdonképpen évtizedek óta már nem, inkább évek óta nem tudtuk használni rendeltetésszerűen. Próbálgattuk javítani, tetőt megőrizni. Ez az előző presbitériumnak, illetve gondnokasszonynak volt a nagy vágya, hogy azért megőrizzük ezt az épületet, és így mondhatni, hogy megmaradt maga a váz, de hát körülbelül ennyi. A gyülekezeti ház az emlékek miatt is értékesnek számít a református egyházközség számára. Korábban csupán istálló volt, amit a gyülekezet közös összefogással befalazott és kiegészített. Nyilván az erőfeszítésnek is köszönhetően, különösképpen az időseknek volt fájó látni, hogy pusztul. Most pedig milyen nagy öröm, hogy ilyen szépen megújult, és hát nagyon bízunk abban, hogy ez a gyülekezetnek a javára fog szolgálni. Az átadó ünnepséget november 30-ára tervezik, amit egy gyülekezet történeti kiállítással szeretnének egybekötni, kifejezetten erre az alkalomra készítve. A hiányzó eszközök beszerzése még folyamatban van, a gyülekezeti tagok egyelőre az apró munkálatok elvégzésével foglalkoznak. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Sátoraljaújhelyben a város két legnagyobb főzőkonyhája, illetve egy melegítő konyha újul meg Európai Uniós pályázati támogatással. Befejeződött a szüret Tokajhegy alján. A magán erdőgazdálkodás fejlesztésért vehetett át kitüntetést Sándor Endre, Kovács Vágás polgármestere. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket friss hírekkel, hétfőn este 7 órakor jelentkezünk, számítunk a jövő héten is a figyelmükre, viszontlátásra!